Hideg van és korán sötétedik, vannak, akik legszívesebben a lábukat sem tennék ki ilyenkor otthonról. Ebben az időszakban sokan szenvednek a téli depresszió tüneteitől. Az évszakváltozással van összefüggésben, ami ugye elég markáns októberben, amikor még órát is tekerünk, tehát csökken a napos órák száma, korábban van sötét, tehát 4 óra felé ugye már besötétedik. Ez alapvetően senkire nincsen jó hatással, és ilyenkor a szervezetben is olyan biokémiai változások zajlanak, hogy bizonyos hormonszintek csökkennek, és bizonyos hormonszintek növekednek, és ezek a hormonszint változások is kedvezőtlenül hatnak a hangulatunkra. Tehát jobban begubózunk, jobban kívánjuk a szénhidrátot, kevésbé megyünk társaságba. Ezekben a hónapokban a D-vitamin hiánya miatt sokkal fáradékonyabbnak érezhetjük magunkat, így megnő az alvásigényünk is, ezért érdemes minél több időt a friss levegőn tölteni, illetve sportolni is, mondja a szakember. Télen mesterséges fényviszonyok között töltjük az időnk legnagyobb, legjelentősebb részét, tehát villanyfénynél és nem természetes fénynél. Ez kedvezőtlenül hat a hangulatunkra, tehát minél többet kellene a szabad levegőn tartózkodni. Tehát azzal a kifogással nem mennek ki sokan a szabadba, mert hogy hideg van, meg olyan nem barátságtalan az idő, meg sötét van, de így is törekedni kell arra, hogy többet kilegyünk, fel kell öltözni, vagy az évszaknak megfelelő sportot választani. A jobb közérzet érdekében nem szabad megfeledkezni a folyadékbevitelről sem, és az étkezésekre is érdemes jobban odafigyelni. Ebben az időszakban ugyanis szervezetünk jóval több vitaminra és ásványi anyagra van szüksége ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. Szénhidrátus ételeket kívánunk, ami ugye a szerotonin szintet emeli az agyban, ez is az időszakhoz tartozó hormonális változás, de azt tudjuk, hogy ugye a szénhidrát az rövid távon emeli meg inkább a szerotonin szintet, és utána ismerjük magunkat, hogy fél óra vagy egy óra múlva újra ránk tör a szénhidrátéség, tehát inkább vitamindús változatos ételekkel kellene ezt pótolni, vagy plusz vitaminbevitellel, omega-3 zsírsavval, tehát számos olyan fogás létezik, ami télen is változatosabbá teheti a táplálkozásunkat. A téli depresszió szezonális betegség, ami hosszabb, rövidebb időre szinte mindenkit utolér. Fontos azonban, hogyha a tünetek állandósulnak, érdemes szakemberhez fordulni, ugyanis a szezonális hangulatzavarok átfordulhatnak komolyabb depresszióvá is.